Jó estét mindenkinek! Ez itt a következő mérkőzés. Én Thanatos vagyok, mellettem pedig Darci. Szép jó estét! Üdvözlünk mindenkit! Ma este itt, Észak-Amerikában, a világbajnokság kvalifikációs tornájára kezdjük előről. Üdvözlünk mindenkit! Szép jó estét kívánunk! Az Észak-Amerikai kvalifikációs tornán vagyunk jelen pillanatban, ahol a Cloud9 küzd a Team Impulse-szal. A Team Impulse már megszerezte a vezetést. 1-0-ra vezet, nyilván, és ugye 3 győzelemig megy ez a mostani széria. Menjünk is át gyorsan a tiltási és választási fázisba, hiszen ott vagyunk. Azért tiltás. Bocsánat, ne haragudj, hogy közbevágok, de az előző mérkőzések kulcsfontosságú volt, hogy Gate megkapta azért, és most, mivel nem náluk van az első választásnak a joga, egyébként szia Thanatos. Látszik is rajta amúgy. Ezért nem hagyhatja benne egész egyszerűen a Team Impulse ezt. Az iszonyatosan erős középsősvényes karaktert, bár tény, hogy Incarnationnek inkább az Orianna játékai azok, amik jellegzetesek, attól függetlenül azért olyan erejű középsősvényes, pláne egyébként Észak-Amerikában, aki nem juthat az ellenfél kezére. Kalista tiltás pedig megint egyértelműen azért érkezik, mert ez az a lövész, akinek a lehető legnagyobb ráhatása van a játék egészét tekintve a végkimenetelre. Ez egyértelmű, ugye látjuk, hogy Lulu is tiltólistán van mindenféleképpen. Ez szintén egy olyan hős, ugye, ami rengeteg sok stratégiát tud megalapozni a mostani patchben, és ott a Shen tiltás a Cloud9-nál. Egyértelműen ki kellett venni Impact Shen-jét, hiszen nagyon jól játszik vele, és rengeteg sok olyan taktika van, amit a Team Impulse előszeretettel alkalmaz, és a Shen tökéletesen fekszik benne. Hát meg amellett az előző mérkőzéssel láthatjuk, hogy ő így egy személyben átgyalogolt a Cloud9-nak két sebzés hordozóján. Ez már önmagában is olyan teljesítmény, hogy ezen kívül pedig alapvetően is Shen, amit te is kiemeltél, egy flexi választás, és a flexi választásokat alapvetően sem kedvelik. Egyetlen. A csapatok otthagyni a másik az ellenfélnek, viszont az előző mérkőzésen is Sneakynek az est teljesítménye azt kell, hogy mondjam, hogy maga biztos volt, nem hagyott sok kívánni valót maga után, ami miatt mégse tudott felül kerekedni Apollón, az inkább a Soraka választás volt. Uh-huh. Ugyanis, hát mondjuk is Soraka nem egyszer, nem kétszer, hanem számtalanszor mentette meg, nem is csak a lövészét, de igazából több csapattársát is, hiszen Soraka egyébként erre van kitalálva, és onnantól kezdve, hogy megkapja plusz mozgási sebességet is, számára nincsen megállás. Ugye a Team Impulse először a Team Liquid ellen hozta el Sorakát, és hihetetlen jó teljesítmény nyújtott már akkor is Adrien. Egyszerűen jó választás, nincs mit erre mást mondani. Bizony. Ráadásul, amúgy ha megnézzük Cloud9-nak az S választás, ugye Sneaky kezébe, az amúgy is jó. Kedvenc karaktere, ezt tegnap már említettük, és amúgy köze volt annak az S választásnak az ötödik mérkőzésen például ahhoz, hogy a Cloud9 le tudta hozni végül azt a Best of Five Series-t, szériát a Gravity ellen. Dennis választás pedig alapvetően is egy olyan választás, akit számtalanszor Lacinghez hasonlítunk, nem is véletlenül, hiszen a játék kezdeti szakaszában már nagy hangsúlyt tud fektetni bármely ösvényről legyen is szó. Ezen kívül a játék végső szakaszában azért a kellő tankossággal még mindig elérhető számára egy-egy jó lekötés, illetőleg a százalékos sebzéssel. Oh, hi Shyvana! Nice. Abszolút, nagyon jó választás Hájtól, ugye annyira ügyes volt vele a harmadik mérkőzésen Gravity ellen, hogy rögtön tiltó listára is került ez a karakter, nem véletlenül, kérlek részletezd Arcik, hogy miért is van félnivalója Shyvanától a Team Impulse-nak. Hát ezt igazából nagyon röviden el lehet mondani, a lélekfaló, illetőleg a letaszított király kardjával fél életerőt tépett le egy Alistarról. Márpedig aki képes fél életerőt leszakítani egy Alistar támogató játékosról, attól bizony mindenkinek jogosan van félnivalója High, viszont ismételten érkezett erre a mérkőzésre ezzel a választásával. És megint láthatjuk, hogy nem lesz nála villanás, ugyanúgy, ahogy egyébként legutóbb sem volt, hanem fárasztás az, amit ezen a mérkőzésen is elérhetővé tesz magának, de megint ott van ugyanúgy a Soraka. Tovább szórakázik a Team Impulse jelen pillanatban a Cloud9 idegeivel, mert amúgy a tényleg erre kéne. Jó, ezt most látni kéne, igen, de engedjük el. Tehát a lényeg az, hogy tényleg az ember idegeivel játszik ez a Soraka. Tehát igen. Amikor azt hiszed, hogy be tudnál fejezni esetleg egy ellenfél játékost, képes a gyógyításra, és amúgy egy fizz választás feltehetőleg Impact kezébe, amúgy még jöhet a középsősvére is, tehát ő a harmadik ugye nagyon flexibilis választása mostani metában, és hát teljesen mindegy hova kerül Fizz, egy lövészek ellen tökéletesen működő karakter, aki amúgy általánosságban minden ellen jól tud működni, tehát egy jó választás. A kérdés a számomra inkább csak az, hogy vajon Karma mennyire lehet működőképes egy Soraka
támogató játékos ellen, ugye azt már említettük, hogy mennyire idegesítő tud lenni egy szoroka támogató játékos. Ezen felül azért azt is tett hozzá, hogy alapvetően már a szivír lövész is. Uh-huh. Amikor azt hiszed, hogy van még egy képességem, meg fog halni, vissza is fordulhatok egy fígy fenét, hát ott van neki a pajzsa. És az előző mérkőzésen is közrejátszott egy-két gyilkosságnál az a bizonyos pajzs, de gyorsan választ megint a Cloud9. Egy mobilis orgyilkos Incarnationnek, Ari személyében, illetőleg Boznak, Gnár. Közben megérezném, ami Gálió van Csalinak betéve a Team részéről. Hát legalábbis én biztosan úgy gondolom, hogy ez egy Csali. Látod, végig se tudnám mondani ilyen gyorsan a karakterneveket, én meg se próbálom. Oliver, Zajlin, Jazsó, na mindegy, mondom, hogy nem próbálom meg. A lényeg annyi, hogy Incarnationnek pont amúgy azok a karakterek fekszenek, akikkel igazán agresszíven tud játszani. Ugye a tegnapi nap folyamán is láttuk, hogy például a Lulu választás, nem véletlenül ők tiltották amúgy ki azt a hőst, mert annyira nem fekszik az ő játék stílusához. Tehát ő egy alapvetően agresszív ember a való életben is, ugye tiltást is kapott már azért a múltban, mivel hogy túlságosan toxikus volt az ő játék stílusa. És hát pont ezért az agresszívabb karaktereket is jobban kedveli. Ari a csábításaival rendbe tudja tenni a dolgokat. Közben pedig Gate, Oriannával fog jönni. Azzal is azért egészen jól tud játszani, azt kell, hogy mondjam. És nem is véletlenül érkezik mellé. Ugye az Orianna választáson felül a megtisztulás idézőjű képesség, hiszen hogyha Incarnationnek, aki hát nagyon érdekes következtetésekkel kijellemezted, hogy agresszívabb ember, és ezért az agresszív karaktereket szereti, a csábítása betalál, akkor valamilyen úton módon mégiscsak el kell menekülni a Gate-nek Oriannával, és erre csak és kizárólag a megtisztulás lehet egy biztos mencsvár. Ezen kívül a felső ösvényen láthatunk még idéző képességbéli különbségeket, ahol hát megszokott módon Fizz égetés és teleport kombóval érkezik, hiszen neki nem igazán van szüksége a villanásra, elérhető számára a pálcára ugrás, majd a pálcáról való leugrás képessége. Egyet kell, hogy veled értsek, főleg még azért is amúgy, mert önmagában amúgy, hogyha megnézzük például a Cloud9 felsősvényes választását, ugye ott van Boz kezében az a bizonyos Gnár, és Boznak a teljesítménye amúgy önmagában hullámzó. Tehát hogy nem lehet azt mondani, hogy van egy ilyen konstans, nagyon magas szint, amit ő mindig képes hozni. Ugye pont a Maokai választás általában nála ilyen kedvenc hőse. Óriási dolgokat tud vele csinálni, aztán néha elfelejt vele játszani, és egyszerűen nem tudja kellőképpen kihasználni a karakterének a képességeit. És jelen pillanatban a Gnárra is amúgy hasonlóképpen tudok gondolni, mert ha belegondolunk, stílusában egészen hasonlít egy Maokaihoz. Elsősorban kell menni, lehet provokálni az ellenfelet, csak kevésbé vagy tankos, és ez lehet, hogy egy picit még vissza tud ütni a játék, főleg az elején talán, mert Maokainak már ugye a hatos szinttől azért mindenképpen jó pofont ürő képességé vannak. Egyrészt, másrészt ugye neki megvan a kellő tankosság, a Gnárnak pedig csak akkor, hogyha át tud alakulni, adatik igen. Meg ez a lehetősége, tehát valóban a pofont ürési képessége Maokainak jóval nagyobb, alapvetően beleépítve a karakterbe, mint ugye Gnárnak, de ezen a mérkőzésen is várhatunk egy arcletépő sivanát, hiszen ez a karakter hájtól láthatjuk, hogy erre lett kitalálva. Na most a mérkőzés elkezdődött, és egyelőre a Cloud9 szeretné kihezni a mélységi őrszemeket. Láthatjuk is ezt a próbálkozást, hogy érkeznek a Team Impulse dzsungelébe. Azonban, ha a kis térképre pillantunk, azt is láthatjuk, hogy a Team Impulse alsősvény párosa próbálja ugyanezt megcselekedni. Köszönöm, hogy egyetlen egy kis pókot már elpusztított. Háj! Egy sújtás használt. Sújtás használt, és mondhatnánk azt, hogy ez lehet, hogy meggondolatlan volt, mert kiment egy időzői képesség. Sújtásról beszélünk, kedves hölgyeim és uraim. Már látjuk, hogy amúgy újra betöltött, így high farmolását, ez semmilyen szinten nem fogja akadályozni. Amikor pedig azt mondtam, ne haragudj, hogy a mélységi őrszemet próbálja kihelyezni, ugyanúgy a Team Impulse is, én tényleg arra gondoltam, hogy a mélységi őrszemet próbálja, de ez nem. Ez HL-en, ez abszolút HL-en irányul, ez az őrszemjáték, és nem csodálkozunk rajta, hiszen ezzel a Sivanával olyan agresszív játékstílus tud ugye a Cloud9 dzsungelese kivitelezni, amire egy oda kell figyelni. Kettő pedig még akadályozni is meg lehet próbálni, mert pont a lélekfaló miatt, amiről te is beszéltél. Inkább ez, igen. Igen, hogyha nem hagyják, hogy összegyűjjön az összes jelző rajta, akkor sokkal később tud háj. Ugye körülbelül a letaszított király kardja, ikercsapás és még ráadásul az a fantasztikus lélekfaló felfejlesztve bárkinek egy 50% életerejét minimum elpusztíthatja. És hogy rá nézünk a Team Impulse összeállítására, kijelenthetjük, hogy ezen a mérkőzésen ez rájuk is igaz lesz, de még mindig ott van Adriannek a szorakája, aki egyébként
fárasztással érkezett, nem úgy, mint Lemon Nation Karmai, akinél ott van az égetés, ami azért is egy kötelező választás volt erre a mérkőzésen nála, hiszen Soroka ellen, ha nincsen égetésed, akkor igazából nem fog sebzést osztani. Gate, illetőleg Incarnation közben már pofózkodik, de igazából ez minimális életerejékbe kerül csak és kizárólag. És ugye amikor azt mondom, hogy kell az égetés, akkor a Soroka végső képességre még nem utaltam, ugyanis az leveszi az égetést is. Köszönöm, hogy ellopta, ugye a Team Impulse. Bocsánat. Vörös, igen. Nem az égetés szedi le, csak annak az effektjét. Pontosan. Tehát nem felezi meg az égetés a további gyógyítást. És közben ugye most jött rá Rush, hogy az ő vörös szeder háta már a halakkal vacsorázik, inkább gyorsan haza is megy, szomorú Rush, minden esetre. Ez előny jelent amúgy Hyde számára, mert így a saját dzsungelében tud egy rendes kört menni, és innentől kezdve tapasztalati szint előnyre fog esetleg tudni szert tenni, vagy legalábbis tapasztalati pont előnyre mindenféleképpen oda is adja a kék erősítést amúgy egyből Incarnationnek, és ez nagyon nagy előny lehet neki. Lehet, így is van. Ugyanis a lehetőség így adott lesz Incarnationnek arra, hogy igazából már most rendelkezik manával, ahogy ezt láthatjuk, hogy a képességeivel tudja agresszíven előre tolni az ösvényt, folyamatos cserékbe belebonyolodni, hiszen neki nem fog elfogyni több, mint valószínű a manája, de ha igen, akkor is gyorsan újra fog töltődni, nem ugyanígy Gate-nek, akinek egy dorán gyűrűje van, kék kiegészítésnek pedig még a közelébe sem tudott érni, és ezért is van lehetőség Incarnationnek a folyamatos agresszív csábításokra, ha nem is talál be, jó, majd 10 másodperc múlva újra próbálom, hiszen manám lesz rá. Mind a két dzsungelesnél az orvadászok pengéje az, amit már láthatunk megvásárolva, Rás pedig ki is használja ezt a minimális pozicionális előnyét, ezért eltulajdonította ugyanúgy a pirost az ellenfél dzsungeléből, mint ahogy ezt Hai is megcselekedte. Igazából nem sokon múlott ugye az, hogy Rush nem került csapdába, és nézd meg! Pofátlan! Zseniális és pofátlan. Tehát ezt a két szót mindenképpen el lehet mondani Rush dzsungel játékáról. Ugye a külföldi kollégák az előbb az elemző asztalnál dzsungelre ösztönnek nevezték az, amivel Rush rendelkezik, mert tényleg egyszerűen olyan, mint hogyha egy ilyen belső, hoppá, közben Apollo bajban lehet, ugye talált a belső lángja Lemon Nationnek, és hiába volt jó Sneakynek a képességei, hoppá, közben amúgy érkezik Rush pont, hogyha már kiemeltem, jókor zár, jöhet jó. A bubó, így van, mindent megkap Sneaky, amit megkaphat egy lövészettől, a három karaktertől, Rush még megy tovább, sikerül-e helyezkötni, nem sikerül, hát hogy is lehetne, Rush túléli, elhozza az első gyilkosságot, és Apollo Adrien egy támogatással gazdagodik. Megint gondold végig, hogyan indulhatott ez az egész akció a Team Impulse jó voltából. Megint Apollót próbálta büntetni Sneaky. Ez ugye nem sikerült. Kiment rá egy égetés is, de Sorokának köszönhetően túlélte ugye a Team Impulse lövésze még ezt a rajtaütést igazából cserét is az alsó ösvényen, és onnantól kezdve, hogy megérkezett Rush, egyértelmű volt, hogy el lehet tüntetni Sneakyt mindenhonnan a közelből, és egyébként ami egy kicsikét furcsa volt számomra az, hogy ki várt a villanásával Sneaky. Hogyha nem várt volna ki, és még a Gubo elől valamilyen úton módon ki tud kerülni, akkor szerintem még túl is élhette volna a rajtaütést, hiszen a Gubo után érkezett csak a területi némítása Sorokának, ami viszont azt eredményezte, hogy lehetősége sem maradt a villanás kihasználására. Viszont ugye ettől függetlenül a Cloud9 lehet, hogy gyilkosság hátrányba került, sőt ugye így arany hátrányba is. Azért a felső ösvényen például reménykedhet Boz teljesítményében, ugye Impactet se kell félteni, de ettől függetlenül most jelen pillanatban farm hátrányban van Gnárral szemben, és ez nem tudom, hogy meddig fog összességében ugye jelen lenni, mert a pálcára, ugrással eléggé sok Gnár képességet ki lehet videni, egészen konkrétan az összeset, de hogyha jól érkezik a Mega Gnár formába a Gnár végső képesség, ugye akkor önmagában képes Gnár egy teljes kombót rányomni arra a Fizzre, amit viszont nehéz lesz neki túlélnie. Boz visszavonul, ahogyan Rush is ezt megteszi, ő egészen konkrétan hazatér. Boznak inkább volt hatodik érzéke, mint őrszeme ugye a hármas nádasban. Hyde pedig itt van már a közelben. Nézzük csak, hogy Impact mere kezdeményezni. Hyde-nak valamit kell csinálni, ugye, hogy farmot ne veszítsen, és ne legyen túlságosan feltűnő. Hyde pedig eddig várt, most pedig megy haza. A korai igen nagy aktivitásnak köszönhetően én nem lennék meglepődve, ha ezen a meccsen egyébként mégse lilákfalóval érkezne Hyde, hiszen már a 7. percet tapossuk nagyban, és még mindig nem vásároltam meg ezt a kiegészítést. Impact a levegőben van, volt, most már nincs. Volt, ez provokációra jó volt, ne felejtsük el, hogy itt van Rush is.
Nézzük csak, Rush megint jól reagálhat, hiszen Boss bekapta a csalit. Közeleg a Megagnár lehet menni. Düh már van, villanás, kettős falhoz csapás, erről beszéltem. Rush mind a nyolc lábát szedi nagyon-nagyon gyorsan, de el tud menni, mert kéznél volt egy minion. Egyszerűen gyönyörű az Elise játék a Rushnak, és így csak egy-egyre módosul a gyilkosságok aránya. Az még önmagában hagyján, hogy kéznél van a minion, de Boss beleállította a falba a sziklát. Kicsikét szerintem mellé nézte, hát megesik, hogy nem veszünk észre egy-egy Mount Everestet, kivel nem esett még meg, nem igaz? De egy-egy ennek az akciónak köszönhetően az állás, és azért ez az egy gyilkosság egy gnáron igencsak félelmetes erő lehet, legalábbis, hogyha Impact-et próbáljuk ugye előtérbe helyezni a felső ösvényen, neki égetése és teleportja is elment. Annak érdekében, aha, hogy gyilkosságot szerezhessen. Még önmagában ez sem volt sikeres. 12-es farm levaradása már látszik is, és a teleport Bossnál még elérhető, sőt, nem is kíván megválni ezen képességétől. Ugye ne felejtsük el amúgy közben, hogy High is arcátlanságból 5-ösre vizsgázott, azt a piros, azaz vörös szederhát erősítést el is tudta hozni ismételten Rush dzsungeléből, aki most az első kék erősítést fogja odaadni Gate-nek, azért neki is jól fog ez jönni. Közben azért a szintelőny a kettő dzsungeles között jelentős, hiszen High már rendelkezik a végső képességével, míg Rush 5-ös szintű lett, most ugye a kék erősítés után. Pont, hogy az a tapasztalati pont volt elég ahhoz így, hogy az 5-ös szintet egyáltalán be tudja valamilyen úton, módon fejlődni, és alapvetően, ha megnézed a farm állását a két dzsungelesnek, ezt a mértékű különbséget talán még nem is várnád, de az egyértelmű, hogy mégis a lélekfalut vásárolja meg High. Ezzel viszont saját magát kárhozza egy kicsikét nagyobb dzsungel létre, mint amire szerintem szüksége lehetne. De hát láthatok, hogy milyen sebzése van. Teljes mértékben kifizetődik számukra majd a játék végső szakaszában ez a próbálkozás is. Viszont, és a saját pirosára nem csak High fog érkezni, hanem Rush is. Pontosan. Szeretne? Nagyon jól tudjuk, hogy az időzítést azt High fejben is tudja tartani, meg amúgy is tisztában van vele, hogy a kék erősítése után rögtön elhozta ezt Rush, meg amúgy ott a számláló is, tehát ne felejtsük el. Sőt, egyébként High volt az, aki be tudta fejezni a kisminionöket, ugye ne feledd el, az időzítő csak akkor indul el, amikor azokat is leszedi a dzsungeles. És az átoknyelő készült el időközben már Bolzon, ennek köszönhetően sebzése is lesz, illetőleg ellenállással is rendelkezni fog Impact ellen. Sneaky-től gyönyörű, szép volt az a kristály nyilvessző, viszont a torony még egyelőre nem lett kihasználva. Jön a teleport, Apollo pedig továbbra is provokál. Rush lövi a torony, megakadályozta jelen pillanatban. Nem jó a leereszkedés, érkezik High, a sárkány alászál, meg egyött Incarnation, gyönyörű szép válasz egyelőre a Team Impasztor. Ne felejtsük el, hogy Sneaky ott hagyta a fogát, és Incarnationnek még volt lélekroham a kéznél, hiszen most elhasználta farmolásra. Nem baj, a Cloud9 végül egy-egyre módosítja ezt az akciót, lehetett volna sokkal rosszabb is, viszont Impact a végső képességével meg tudta akadályozni Boss érkezését, sőt lehet, hogy el is tudja őt pusztítani. Ugrálás van össze-vissza, és Boss így végül ott hagyja a fogát. Tud ugrálni ez a kicsignár, de ki tud még ugrálni? Fizz. Borzalmasan nagy felelőtlenség volt Bosstal egyébként úgy elindítani a teleportját, hogy erre teljesen nyílt rálátása. Inkább a visszajátszásra foglalkozunk, így van, Sneaky-től jó a meglátás, hogy Rush-t el kell kábítani. Addig csak és kizárólag Apollo az, aki sebzésben tudja őt részesíteni. Aha. És itt láthatjuk, hogy Boss megáll a középső, az ösvény középső részén, és közben ingyen sebzés szenved el ellenfelétől, aki ennek köszönhetően ugye a gyilkosságnak gazdája lesz, tehát az kialakított ösvény előnyt, amit ugye a dzsungeles rajtaütéseknek köszönhet, azt így dobta el két kézzel. Közben amúgy ugye az első sárkányt elhozta a Cloud9, így 6% bónusz fizikai és mágikus sebzéssel már rendelkeznek. Ráadásul ugye a gyilkosság következtében meg amúgy is High igyekszik folyamatosan fejleszteni azt a lélekfalut, és tudja is, nézd meg, a sutyerák és a sárkány együtt már 7 jelzőt jelent rajta, a gyilkosság egy 8-at, valamint megy tovább a dzsungelbe. Ezzel tudta még például az előző nap a Gravity dzsungelesét kellőképpen megzavarni, hogy bőven le tudta farmolni azt a Gragas, gyönyörű szép lélekrohom egyelő Incarnation-től. Manája viszont nincsen, így elegánsan eltáncolt Rush és Gate hősei mellett, majd egy szép kör után vissza is vonul. Az hagyján, de egyébként tökéletesen
kiszámolta, hogy mi az a minimális lehetőség, amikor se a gubó nem talál be, se pedig a labdának nem kerül vonzás hullámába. Érted? Az alsó ösvényt közben továbbra Teleport. Is terror alatt tartja. Most viszont tud érkezni Impact. Négy ember az alsó ösvényen, és nulla Cloud Nine-os most már, hiszen kettős gyilkosság a Team Impulse részéről. Ennyi, ez a torony dőlni fog, kettőtre változik a gyilkosságok aránya a Team Impulse javára. És azért ki nem merne beáldozni egy teleportot egy gyilkosságért, amiből ráadásul még a tornyra is fordulhat a Team Impulse. Ennek köszönhetően ugye a 13. perc felé közeledő dől a mérkőzés első tornya, ami ugye az alsó ösvényes külső torony volt. A sárkány környékén iszonyatos rálátás előnye van a Team Impulse-nak, attól függetlenül nem ők rendelkeznek az első jelzővel. És időközben egyébként Bolszki is egyenlítette a tornyoknak az állását, attól függetlenül az 1500-as arany hátránya még fennáll. Servus Impact, mit szeretnél csinálni hájjal? Egyelőre nagyon sokat sebezni rá, és vége fejezni! Kimegy a szorakat gyógyítás, de nem ezen múlt. Impactnek volt elég életereje, hogy megegye hájt, ugyan mindent elhasznált rá, ami kéznél volt nála, és sebzést adott, de hát akkor is, ezt elszámolta a Team Impulse. Ez kegyetlenül egyébként. Ne feledjük el, még nem készült el egyrészt a jól lakott lélekfaló kiegészítés, Cloud még csak lélekfaló. Cloud9 közben amúgy, ne arra, úgyhogy megszakítalak. Kérlek, én is ezt teszem. Impactnek baromira jó volt amúgy a számítása. Ugye a Cloud9 volt az, aki hibázott abban a tekintetben, hogy Hály úgy gondolta, hogy egyedül megöli Team Impact. Nem egyedül szerette volna. Ugye Bolznak húzta az időt, de Bolz egy kicsikét, mintha elaludt volna a felsősvény, ugye a farm előnyét szeretné megtartani és fenntartani, ami egyébként úgy látjuk, hogy egyelőre még működőképes. Impactet haza is lehet zavarni, de befejezni a gyilkosságot nem, sőt! Bajban van Bolz. Csattant egyelőre a gubó. Mi lehet itt? Falhozütés! Nem ment falhoz, viszont távolság ledolgozásra jó volt. Bolz megy tovább folyamatosan és el tud menekülni három ember elől. Nagyon szép volt, kedves Bolz! Igen, egyébként háromféle távolságot tudott generálni az ellenfelekkel. Ugye a végső képességével, a Gnárral tudta egyrészt hátralökni két ellenfelét. Ez még önmagában rás ellen kevés lett volna, de utána volt egy ugrása, majd még egy villanása is, aminek köszönhetően túl tudta élni még ezt a kis elszámolását is. Bolz egy kicsikét, hogy is mondjam. Kérlek. Gondolkodom a megfelelő szó használaton, de úgyse fog eszembe jutni, hogy dől egy torony a felső ösvényen, 2-2-re módosítva ezzel a tornyok állását. És ennek köszönhetően még mindig ugyanaz az arany különbség áll fent a két csapat között, viszont Sneaky azzal az essel, attól függetlenül, hogy 0-3-ban van ezen a mérkőzésen is, egyrészt agresszíven, másrészt magabiztos kezeléssel érkezik az alsó ösvényre. Közben amúgy, amíg High garázdálkodott, oppá, itt van például Apollo bajban lehet, nem talál rendesen, ugye az a kristály nyílvessző, hanem Lemon Nation tudta. Lemon Nation tudta helyhez kötni közben Apollót, megérkezik Incarnation is, de a Team Impulse őrszem játéka gyönyörű, mindent látnak, most már Incarnation is lát mindent, az a csábítás maximum engem talált el, Impact könnyedén arrébb ment, és 2-6 marad a gyilkosságok aránya, 4 ember volt a Cloud9 részéről az alsó ösvényen, a Team Impulse pedig tudott rá válaszolni. Érdekes is egyébként Incarnationnek a Luden visszhangja így első tárgyként. Bár azt mondanám, hogy tőle mondhatjuk ezt megszokottnak is, a Morellonomikon szoktuk általában látni, és Soroka ellen talán még ez is lehetett volna a tanácsosabb. Hát igen, ez lehetett volna az ideális tárgyválasztás, azonban a sebzés maximalizás érdekében inkább a Luden visszhangját választotta ezen a mérkőzésen Incarnation, és láthattuk, már temérdek kék kiegészítéssel rendelkezett ezen a mérkőzésen. Tehát az ösvényen egyelőre dominálni tud, egy gyilkosságos előnye van, farmban ugyan nem húzott el, de azt hiszem ezt elengedhetjük. Viszont a Team Impulse jelen pillanatban folytatja tovább azt a makrójátékot, amit az előbb is megpróbáltam kiemelni. Ugye három őrszemet le tud tenni folyamatosan rás a látókő miatt, ugyanígy Adrien is. Ráadásul ennek már fejlesztett lencséje van, amivel még könnyebben tudja takarítani az őrszemeket. A vonzás hullám Lemon Nation kapja el, és bedarálja a Team Impulse egyelőre ugye egy karakterét, egy játékosát a Cloud9-nak, és hiába izgulok, hogy Rush esetleg meghal, mert annyi sebzést kap, hogy ki kell emelnem Rush halálát. Nem! Adrien szorakája egyszerűen meg
akadályoz minden normális kezdeményezést a Cloud9-tól. Hát nem véletlen van egyébként ilyen 95%-os gyilkosság részvétele, ugyanezzel nem rendelkezik senki más, még a közelében sem a csapatából. Apollo volt ott még a 7-ből, 5-nél ebből egyet tudott elhozni magának, és az első sárkány kiegészítését, az első sárkány jelzőjét megszerezheti a Team Impulse a 17. perc felé érkezve, ez pedig ugye plusz 6% sebzés bónusza már ki is egészíti őket. Azon felül, hogy a háromság hatalma elkészült Impacten, akin láthattuk, hogy milyen mértékű sebzés már most rendelkezésre áll, készül rajta is egy letaszított királykardja, tehát sebzés találkozó lesz a mérkőzésen. És ugye 23 jelzőnél jár hája, amit nagyon hamar azért föl lehet vinni 30-ra, tehát feltehetőleg a 19-20. Perc környékére már meg lesz neki a teljes lélekfaló. Ráadásul a letaszított király kardja is hamarosan ott lesz az ő repertoáriában. Közben amúgy impactolta előre az ösvényt és próbálta Cloud9 fölmenni, becsapdázni őt, ez nem sikerült jelen pillanatban. Impact észnél van. Incarnationnak nem jó a mana beosztása, viszont tényleg annyi kéket kap ezen a mérkőzésen, amennyit nem szégyel neki odaadni High, már pedig még az ellenfelét se szégyelő odaadni. És ezért is Vás engedheti meg magának, hogy nem a Morellonomikont vásárolja meg másodjára sem, hanem a mélységi jogart választja ki a Luden visszhangja után második tárgyként. Ennek köszönhetően sebzése lesz elérhető, illetőleg azért valamennyi ellenállással fog rendelkezni, hiszen láthattuk, hogy azért Gate-nek a vonzás hullámai azért találnak. Találnak, közben Rás lehet, hogy most rossz helyen van, ugye az első célpont lehet, hogy Boz, hiszen a felső ösvényen ugye négyen tudják megtalálni a Cloud9 említett játékosát, de Boz azért erre számított, inkább visszavonult. Mit csinál a Cloud9? Válszol erre? Nem. Vigyétek azt a tornyot, esetleg megpróbálunk mit csinálni? Középen egy tornyot elhozni? Háj, esetleg az őrszemekkel még megpróbálhat valamit kezdeni, hogy ne érje őket nagy meglepetés. Könnyedén lehet zárni a Team Impulse részéről erre az adott bagázsra. Háj, leszállt, meg a sárkány is, jön a teleport Boz-tól, de nagyon sok Team Impulse-os játékos van itt. Ki fog menni? A Megagnár is berántja jó helyre még esetleg? Boz, nem! Nagyon nagy hiba a Cloud9-tól. Háj is próbál még valamit csinálni, de teljesen szétmorzsolta a Team Impulse csapata a Cloud9 tervét. Össze-vissza mozgott, mind High, mind Boss, a többiek nem tudtak rendesen zárni. Ez kérem szépen kettős gyilkosság megint a Team Impulse részére. Az a helyzet, hogy én kimerném jelenteni, hogy jó volt az elképzelés High-tól, hiszen ő megpróbálta Adrian-t még a csata kezdete előtt lefejezni. Viszont minek utána ez nem sikerült, és jól zárt a sorait a Team Impulse, onnantól kezdve egyértelmű volt, hogy előnyüket kihasználva ők lehetnek azok, akik a Cloud9-t hát be is zsebelik. A visszajátszásunk során láthatjuk, hogy Adrian miután látja, hogy érkezik rá a sárkánytűz, visszafordulhat. A fél életerős szakítás még mindig megvan, csak hát Soraka ellen ez édes kevés. A vonzás hullámba belegyalogolból az önszántából, és láthatjuk, hogy vissza is alakul, tehát nem tudja kihasználni a végső képességét. Lemon Nation természetesen Impact iszonyat mértékű sebzésével be tudja fejezni, High-nak pedig nincs elég mozgási sebessége, hogy az ugrópók elől meglépjen. Azt kell, hogy mondjam, hogy a Team Impulse jelen pillanatban is dominálni tudja a Cloud9-t. Ugye nem vagyunk meglepődve azon, hogy a Cloud9 az első két mérkőzést könnyedén odaadja az ellenfelének, de ez talán egy picikét túlzásnak érzem jelen pillanatban. Az őrszem játékával, amit harmadjára emelek ki ezen a mérkőzésen, a Team Impulse mindent tud a Cloud9-ról, és folyamatosan rá tudja erőltetni a játékát a Cloud9-ra, ráadásul még a hibákat is ki tudja kényszeríteni, meg tudja büntetni. Ezen kéne javítani amúgy, és High-nak most fog elkészülni a nagyon, de nagyon totálisan kifejlesztett lélekfalója. Innentől kezdve óriásit fog marni. A jól lakott lélekfalónak köszönhetően ugye elmondtuk már, hogy ez miért nagyon-nagyon számottevő különbség a dzsungeles Sivanának esetében, hiszen onnantól kezdve van lehetősége a tökéletes kombó kivitelezésére. Négyszer tudja aktiválni pillanatokon belül a letaszított király kardjának is a passzívját, azaz a százalékos életerő csökkentést, ami tárgyat egyébként ebben a pillanatban be is tudott fejezni. De ő is tisztában van azzal, hogy tankosságbéli hiányosságai vannak, ezért a Rubint kristályt már idejekorán meg is vásárolta. Hát, Rás... relatíve idejekorán, ugye? Igen, Rás pedig az egész családdal próbál esetleg ismételten egy vörös szeder, hát erősítést
ellopni, vár még a barátaira, mert kinek jó még a vörösszeder, hát kérlek szépen a lövésznek. Valamint Háj úgy gondolja, hogy neki se lenne rossz sújtás, párharc, kihozza el, természetesen Rás jelen pillanatban ő volt, aki sújtás nélkül el tudta ezt a vörösszeder hátat ráadásul hozni, mert neki nem volt kéznél ugye az adott pillanatban. Háj hibázott. Minden esetre amúgy a Team Impulse-tól sokkal többen voltak a környéken az adott pillanatban, így Háj se tudott azért annyira agresszíven mozogni. Eléggé meg volt kötve a keze adott szituációban, így érkezik van. Érkezik a Team Impulse. Rashon van ugye jelen pillanatban Gate-nek a gömbje. Ez egy vonzás hullámot jelenthet, és ezért ezt a kombinációt emeljük ki. Tehát rámegy Alice-re a gömb, majd egy leereszkedéssel bemegy a buli közepére, vonzás hullám, pacs! Ez nem egy rossz elképzelés, kérdés, hogy tudjál majd rendesen kivitelezni a Team Impulse. Én azt mondanám, hogy azért ez egy elég bizonytalan kezdeményezés, inkább a villanásra kéne, hogy appelálni a Team Impulse-ra, és pedig egész egyszerűen elkaphatatlan, még a saját dzsungelében sem. Amit ki szerettem volna emelni még, mert a következő csapat harc kezdetét veszi, az Gate-nek a következő tárgy befejezése, ami nem más, mint a halálsüveg. 20 másodperc múlva érkezik a következő sárkány, a harmadik szám szerint a mérkőzésen, ami mind a két csapatnak plusz torony sebzést jelenthet. Viszont ugye tudjuk azt, hogy egy jó vonzás hullám talál több emberre úgy, hogy igazából 23 percnél elkészült rajta egy grál is, meg még egy halálsüveg is, onnantól kezdve az ő sebzése egy egész csapat ellen írtózatos lehet. Ami pedig még a továbbiakban fontos, az impacten alatt a szedett kerek hardja, hiszen tovább készül a tárgy. Rás közben bajban van, nagyon nagy bajban, vajon meg tudja menteni Adrien, még nem ment ki az a bizonyos szorakagyógyítás, a csali elől el lehet menni, mert a sárkány alászállt Háj személyében, egyelőre ITV hegyek, Adrien bajban van, most ment ki a saját gyógyítása, de egy gyors szívroham elvitte a vonzás hullám gyönyörű szép Gate-től, Impactet próbálja Sneaky és Incarnation megölni, Sneakynek gyönyörű a helyezkedése, a halála se volt rossz, mondja ezt Apollo, és így összesen hármat cserél a Team Impulse a Cloud9-nal, akitől négy ember hal meg. Pedig ez volt az első életképes csapatharc próbálkozásuk. Egyébként az elején még 2-0-ás csere volt, azt lehetett volna mondani, hogy a Cloud9 innentől kezdve azt csinál, amit akar, de szerintem ők is itt keverték össze a dolgokat. Háj kezdeményezhet ugyan Rásra, ezt láthatjuk a visszajátszás során, illetőleg igen, pontosan mindent beledobtak annak érdekében, hogy el tudják tüntetni a Team Impulse-nak a dzsungelesét, ez sikerült is. Egy gyilkosság már oda is vándorolt a Cloud9-hoz, innentől kezdve Incarnation még eltüntetheti Soraka támogató játékost, aki még mindig az egyik legfontosabb karaktere jelenleg a Team Impulse-nak. A vonzás hullám két embert eltalál, és így két embert be is tud fejezni ennek köszönhetően Gate. A háttérben Sneaky elárulja a pozíciót, ez pedig végzetes hiba volt számára. Közben amúgy az akció nem áll meg. Háj jelen pillanatban nem fog tudni alászállni, és rengeteg sok életerőt tud veszíteni. Jön Rush! Vonzás hullámmal Gate befejez már is egy ember. Sneaky lehet most bajba, mert Apollo már iszonyatosan durvát tép. Bolz megint rosszul helyezkedik. Hány ember tud falhoz vágni? Sehányat kérem szépen, hiszen töltési idő alatt volt a végső képessége, Adrien megúszta, egészen konkrétan kb. 47 életereje maradt, a baronnasort pedig el lehet kezdeni, mondja ezt a Team Impulse. Incarnation viszont itt van, lélekroham talál, pacs, egyelőre megölte Adrient a baronnasor, Rush viszont elhozta a baron, Lemon Nationre tud ugrani Rush, és nem biztos, hogy van annyi sebzés azon a karmán, egészen biztosan nincsen rajta annyi, így a Team Impulse egy embert veszít, míg a Cloud9 megint összességében 3, de lehet, hogy 4 embert is elveszített a mostani csapatküzdelem után, ugye már újra élet nem egy játékos közülünk. Jó is egyébként, hogy kiemelted, illetve a szóhasználatot szeretném dicsérni, mert valóban csak veszítette az embert a Team Impulse, de halált, illetve gyilkosságot ezzel nem ajándékozott oda a Cloud9-nak, a Baron Nashor az, aki gazdagodott plusz 300 aranya, hiszen ő tudta befejezni Adrient, és azt is tudjuk, hogy miért rendelkezett összesen 47 vagy mennyi életerőt mondtál Adrienre, hiszen ő a saját életerejéből gyógyítja a csapattársait, ennek köszönhetően ő, mondhatjuk, hogy folyamatosan veszélybe van. Viszont ennek köszönhetően senki más nincsen csapatában. 0-2-14. Továbbra is tartja a 80% körüli gyilkosságban való részvételt. És egyrészt rendelkezik már önmagában 55% kritikus. Sneaky, hát te vagy az, akit Impact megevett. Ennyi. Erre tényleg több szót nem érdemes fecsérelni, hiszen az 5-2-4-es
fizzel nem nagyon lehet mit csinálni, főleg, hogyha lövész vagy. Hály pedig a torony alatt, Gubó, Apollo, Adrien, mindenki, nagyon jó volt a letaszított király kardjával az életlopás, arra, hogy még néhány másodpercig életben tudjon maradni. A Cloud9 ezen a mérkőzésen kérdés, hogy tud-e még bármit kezdeni a Team Impulse-szal? Valószínűleg a válasz az, hogy nem. Ezt az inhibitor tornyot el lehet hozni, Incarnationnek van sebzése, itt van még Bolz, aki viszont dühvel még nem rendelkezik jelen pillanatban, legalábbis nem kellő mennyiséggel. Megérkezett Impact is, 5 Team Impulse-os, ráadásul Baron Nashor erősítéssel. Ugyan visszavonulnak a Team Impulse-osok, mert tudjuk jól, hogy Észak-Amerikában és általában ilyen profi szinten mit csinálnak a játékosok, a lehető legkevesebbet kockáztatnak. Hiszen a tét nem kevesebb, mint a világbajnokságra való kijutás, ami hát ismerjük el, mind a két csapatnak azért elég fontos tényező lehet. Amit pedig nagyon sokszor kiemelünk, hogy igen, a Team Impulse most el van húzva. Mit nem? Hogy Incarnation viszont még ott van, 4-0? Gétnek egyelőre nagyon sok életereje fogyott el a lélekroham, jó lehet, és kicselezzük Gétet? Nem! Vonzás hullám majdnem kiment, de nézd meg ezt az Incarnation-t. 5-0-0. Farban nincsen ugyan elhúzva jelen pillanatban Incarnation-től, közben amúgy a Shassennek köszönhetően fény derült Apollo kilétére, amit ugye Sneaky tudott elküldeni, illetve szerintem kinézett a bokorból amúgy Apollo, tehát észrevették a Cloud9-osok. Feltételezzük ezt, azért is mutatták amúgy a Riotos kollégák szerintem az adott pillanatban. Lényeg a lényeg, a 29. percben 10 és 11.000 közötti arany hátránya van a Cloud9-nak. Egyelőre a sárkányok azok, amikbe vezetnek, minden más, sajnos hatalmas lemaradás ez, tényleg, nem is szeretném mindet kiemelni. Mondjuk inkább az, hogy egyelőre várhatóan ez az, ami történt, hiszen láthattuk, hogy milyen előnyből kell, hogy gazdálkodjon a Team Impulse, viszont az egyetlen egy tényező, ami miatt még mindig játékban van a Cloud9 csapata, az Incarnation. Jelenleg ő az, aki megkapott egy olyan választást, illetve olyan választásra érkezik a mérkőzésre, akivel van lehetősége szabadon mozogni az egész pályán. Ennek köszönhetően az 5-0-ás teljesítménye az, azt kell, hogy mondjam, hogy teljes mértékben helyén van. Egy 6-19-es álláson. A kérdés csak az, hogy mennyire tudja húzni az időt csapat a számára, ugyanis azzal még nem teljesen vagyunk szerintem tisztában, hogy a Soraka játék végső szakaszában mennyit tud majd hozzátenni a mérkőzéshez, a végkimenetelhez, illetően Apollónak az előbb elkezdtem mondani, hogy 55% kritikus találati esélye már önmagában meg is van. Emellé érkezik még az Eke hírnöke, amit ugye megvásárolt Adrien. Ennek köszönhetően, amint ők ugye fölspanolódnak és aktiválódik a passzív képessége a hírnöknek, 100% kritikus találati esély lesz. Rás közben megpróbálta becsani Incarnation és High, jól láthatóan ott állt amúgy ható körben. High rengeteg sok sebzést kap, Apollo pedig ugye 5-0-11 szívír, hát megszédülök, amikor kimondom, hogy milyen statisztikája van annak a lövésznek. Bolz pedig nézd meg, nem tud mit csinálni, most fog átalakulni Megagnárra, akkor, amikor alig van életereje, haza kell térni, nyer egy csomó időt magának, ismételten a Team Impulse, Incarnation pedig kizónázza az a labda, mert az a labda az már zónáz, annak a közelében nem akarsz ott lenni, az előbb High a saját bőrén tapasztalta meg, hogy mi van akkor, hogyha belenézel, mi van abba a gömbbe. A középső ösvényen ismételten el szeretne hozni egy tornyot, hoppá, mellé ment a Csali Impact-től. El is hozzam úgy még egy tornyot, a kristály nyilvessző pedig, kérem tisztelettel, nem talál rendesen. Rás amúgy egyelőre húzza az időt, mert Bolz van ott a közelben, aki egyedül nem tudom, hogy meddig fogja tudni tartani a Team Impulse csapatát. Jöhetett fel az ütés, nem! Megint nem megy ki a Gnár végső képesség, Rás pedig mehet előre, Sneaky nagyon nagy bajban van, Lemonation is, High és Incarnation a pálya rossz végén vannak jelen pillanatban, Lemonation megmenekült, atya, gatya, ezt nem gondoltuk volna, High pedig fut! Minden lábát, a sárkány mancsait szedi, jó, megint ott a letaszított király kardjának a használatát, jól csinálja High, de menekül Rás ellen, nem tud mit csinálni, esetleg meghalni maximum. Impact pedig közben a felsősmére visszatér, a Team Impulse több fronton, és hatalmas nyomás alatt tartja a Cloud9-t sikeresen. Egész mérkőzésen így is van. Incarnation, illetve High-nak az érkezése hátulról véleményem szerint egyébként az egyetlen lehetséges pozitív csapatharc lehetősége. Lehetőség. A Cloud9 szemszögéből ugyanis
az a mértékű sebzés, amivel ők ketten rendelkeznek, talán elég lehet arra, hogyha jól pozícionálnak, hogy Apollót, Gate-et, illetve talán még Adrian-t fel lehessen robbantani ugye a hátsó sort, ugyanis Rushon, illetve Impact-en már szerintem most nincsen áthaladás. Ugye a Fire Sieve-nek köszönhetően már van kellő mértékű páncélzata a felső és vényes Fizznek, illetőleg hát ugye nézd meg azt az Alice-t. Randuino menje, Iron Solari medálja, meg hát még a parás behemoth kiegészítés, plusz százalékos életerő nyereség érdekében teljes mértékben elég ahhoz, hogy bármilyen csapatot feltartson évekig is. Akár az utolsó lehelenek köszönhetően pedig egyébként Apollo szintén megállíthatatlan a maga 5-0-12-es teljesítményével, és ha jól látom, egy egész tárgyas előnye van, már készül, jócskán készül, mindjárt befejeződik. Igen. A vérszomjas is. És a Team Impulse továbbra is dominálja amúgy a pályát, nem csak azért, mivel hogy nincsenek tornyok, ugye a Cloud9 területén, és ezért folyamatosan sakban lehet tartani a Cloud9 csapatát, hanem egyszerűen mindegy, mindenhol dominál a Team Impulse. És például Sneakynek továbbra sincsen cipője 7 halál után. Illetve fejlesztve. Bocsánat, fejlesztve, és ennyi. Sneakyt vajon utolérik? Ja, nincs cipője! Szegény Sneaky menekül, hova fut? Rush rádugrik, egy villanásod viszont volt. Lemon Nation-től gyönyörű a sebesség növekedés. Megint Apollóra találja a kristály nyilvessző. Mit csinál Apolló? Levédi! Jön a csali! Ihaj, ezt nem tudom, hogy kapta el, de elkapta, az a lényeg. Impact viszont nincs bajba Hájjal szemben, mert az a Fizz már nagyon durva. Bolz végre tudta használni a végső képességét. Adrian nem pusztul el, mert saját magát tudja rendesen gyógyítani. Végül amúgy meghal Lemon Nationnek köszönhetően, de egy embert vesz itt a Team Impulse, míg négyet. Egy támogatót ráadásul. Igen. Egyébként, tehát... teljes mértékben lehetetlen innentől kezdve véleményem szerint a Cloud9-nak a visszatérés erre a mérkőzésbe. A 2-0-es teljesítmény garantált, hiszen nézd az újraélési időket, 33 percnél Superminének, ez be fogja fejezni a Team Impulse. Nem tudok egyszerűen magamhoz térni. Ez a Cloud9 egyáltalán nem az, közben, hogy Incarnation még megeszi a csalit. Hát szegény, esélye nem volt, az az igazság. H is feladta már ezt a mérkőzést, nincs miről beszélni. A Cloud9 jelen mérkőzésen, ugye az előbb azt hallottad, hogy abbámint azt mondtad, hogy a Cloud9-nak nincs esélye visszatérni ebbe a mérkőzésbe. Sajnos fel kell tennem tehát azzal a gyanúperrel kell élnem, hogy nem is vagyok benne biztos, hogy jelen volt. Ezen a mérkőzésen? Kiemeltük a mérkőzéset, hogy ki az, aki miatt mégis. Csak és kizárólag Incarnation volt az, aki próbált valamit tenni az EM érdekében. Nagyon csúnya megfogalmazás, de szerintem mindenki ért, hogy mire próbálok itt gondolni. Ő az, aki a hadgyilkosságból 5-öt el tudott hozni, és még a 6-19-es állásnál. Amellett, hogy se halála, se támogatása nem volt emellett, a magabiztos farm teljesítménye is egyértelműen mutatta, hogy a középső és milyen mennyire helyt tudott állni. Csak az a helyzet, hogy egy Incarnation önmagában kevés, és ha már azt kérem, hogy az ő teljesítménye milyen volt, azért emeljük Gate-et is, hiszen amikor Incarnationnek volt 5-0-0-as teljesítménye, akkor volt Gate-nek 5-1-6-os. Tehát még akkor is, ha látjuk, hogy a Cloud9-nál van egy valaki, aki a mérkőzésben van, akkor látjuk, hogy a Team Impulse-nál meg itt van a Igen. másik. Amit mindenféleképpen ki szeretnék emelni, ugye többször is mondtam, de ez tényleg nagyban hozzájárult a Team Impulse győzelméhez, ez az őrszemjáték. Folyamatosan voltak őrszemek, láthatatlanok is, mindent látó őrszemek, ráadásul ők 2 látókővel rendelkeztek, míg High Sivanáján nem volt látókő. És valljuk be őszintén, amikor Rush ellen játszol, nem elég, hogy nem köt veled senki életbiztosítást, mert nem éri meg, de folyamatosan látni szeretnéd, hogy hol van. Tök mindegy, mivel jön. Tehát hogy lehet, hogy nála van a szoraka, akkor is rettegnél az ösvényeden, mert egyszerűen jó és hihetetlenül agresszív. Ezt a dzsungelest úgy tudod megfogni, hogyha folyamatosan vagy a farmját próbálod valamilyen szinten blokkolni, és ez amúgy megtörtént, tehát láttuk, hogy szintelőnyben is volt hája a játék elején, vagy pedig megpróbálod tudni, hogy merre jár, hogy ne tudjon szerezni gyilkosságokat, de a Team Impulse a játék elején könnyedén bement 3-4 emberekkel tornyok alá, elhozott gyilkosságokat, nem tudott mit csinálni a Cloud9 ezzel a játéksírussal. Én azt mondanám, hogy Soraka és Alice párosa nem maradhat a Team Impulse-nál, ez önmagában egyértelmű. Csak az a kérdés, hogy ez a két karakter két tiltást megére, mert az biztos, hogy Sorokát én Adriannek nem hagynám ott.
ez lehet, hogy önző tőlem, de én Sorokát alapvetően is nagyon utálom. Területi némítása van. A némítás önmagában is egy nagyon ritka CC formáció. Hát még, hogyha területiben láthatod, egy egész csapat harcban tudja elnémítani az ellenfelet. Mi ez, hogyha nem? Érted, iszonyatos módon erős tud lenni egy jól elhelyezett területi némítással. Ez az, amit szeretnék nagyon kihangsúlyozni, és Adriantől láthatjuk, hogy nem fél beáldozni a villanását is azért, hogy a lehető legjobb helyre tudja ezt a némítást elhelyezni, amiből egyébként még utána helyhez kötés is kialakulhat. És ezzel még csak Adrianről beszéltünk. Adrian pedig a saját előnyét át tudja adni bőven Apollónak, hiszen láttuk a mérkőzésen 5-0-12 volt talán a vége, vagy még ennél több gyilkossággal is rendelkezett a lövész. Ez a feladata, ezt értjük, tudjuk, elfogadjuk, de amit Apolló kap a támogató játékosától és a csapatától, kegyetlenül ki tudja használni. A Team Impulse tényleg ledózerolta a Cloud9-t az elmúlt két alkalommal. Említettük, hogy Soraka tiltásnak helye van. Bolcnak, Gnárjának nincs helye, mert nem mondom, hogy rossz volt vele, de jelen pillanatban például az Adrian némításoknak köszönhetően egyszerűen nem tudod vele érvényesülni, nem tudod mit csinálni. Másrészt, amikor érkezett volna és ott állt öt ember, várták, hogy falhoz csapja őket valaki, akkor megfejelte az Elise Gubot. Nem volt rálátása a bokorra, tény és való, egy kicsit próbálok visszautalni, hát ha esetleg tudjátok, miről beszélek, hiszen visszajegyzésünk az most éppen nincs, de amikor volt egyetlen egy tökéletes lehetősége Boznak, még akkor is ellene játszik a szituáció. Tehát nem adottak a lehetőségek egyelőre a Cloud9 számára. Ezt láttuk már az első mérkőzésen is, hogy ennyi életerőkkel éli túl folyamatosan a Team Impulse csapata. Ha ez esetleg a következő mérkőzésen máshogy alakul, és a minimális előnyök nem a Team Impulse-hoz, hanem a Cloud9-hoz vándorolnak, teljesen más mérkőzést láthatunk. És amúgy még megjegyezném, hogy Snakey-nek is talán el kéne adni azt az est. Jó vele, kedvenc karakter, nincsen vele gond, de azok a kristálynyilvesszők. Én értem, vagy most érted, vagy az történt, hogy mindenki ki tudott előle menni, Apollo pedig stílusosan direkt beleállt. Bizony. Beleállt, de nem kellett volna neki amúgy mindig beleállnia. Tehát, hogy érted, ő is el tudott volna előre sétálni. Tehát ő ezzel nyert, hogy beleállt igazából. És ha megnézted, egyébként pontosan így történt, mert várták egészen konkrétan Snakey-től azt a nyilvesszőt, és amint érkezett a nyilvessző, a Team Impulse csapat szétnyílt, mint Babylon folyó, így van, és puff, bele Apollo fejébe, a pajzsába. Ezért nem jó, mert kiszámítható, ha egy ilyen, amúgy baromira erős CC-vel rendelkezel, tehát azért az a 3 másodperc, hogyha kellő távolságról betalál, az nagyon sok idő egy kábításnak. De ha kivédik, érted? Nem értem annyira a Cloud9-t, valamint a kollégákat sem a háttérben, semmi gond, mi küzdünk, mi szenvedünk, ahogyan a Cloud9 is, jelen pillanatban 2-0, de tegnap, ugyanitt, ugyanekkor, mi is úgy gondoltuk, hogy a harmadik játék az ugyanolyan rekedés lesz a Cloud9 számára. Mi nem, ők. Ez is igaz, a kedves, mindegy, hagyjuk, szeretjük őket, titeket is, amiért még ezen a késői órán követtek minket. Mi most egy szünetet tartunk, és jövünk vissza a harmadik mérkőzéssel. A Cloud9 szurkolók ne adják föl, hiszen most jön a java, a Team Impulse szurkolók pedig rettegjenek, mert a Cloud9 ilyenkor szokott igazán csillogni. Meglátjuk, mi lesz, jövünk vissza a szünet után. Sziasztok! No. Yeah, we're good. Coming.